Harmadik részét látjátok az Életpark című videósorozatnak, melyben egy érdekes kérdést kaptam. Így hangzik. Aki szerelmes, az nagyon kötődik a másikhoz, ezáltal, aki csak szeret, az is majd szerelmes lesz, mert tetszik neki ez a kötődés. Vonzónak éli meg a nagy szeretetet. Az igazság az, hogy ez állítólag egy cikkben volt, illetve egy cikknek a tartalmi lényege, és egy kedves ismerősöm olvasta ezt a cikket, és érdekes érzéseket és érzelmeket váltott ki belőle ez a gondolat, mert hogy nem gondolná, hogy ez igaz lenne, és konkrétan engem kérdezett, hogy nekem erről mi a véleményem. Az az igazság, hogy ezt az állítást, vagy ezt a fajta okfejtést még igazából én sem hallottam, ami nem azt jelenti, hogy ettől függetlenül ne lehetne igaz, mert ha valamiről nem tudunk, vagy még nem olvastunk, az attól még igaz lehet. Igazából ott indulnék el ezzel a témával kapcsolatban, hogy azért, mert valahol, akár egy újságban, vagy az interneten olvasunk egy cikket, bármilyen témával kapcsolatban is, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az úgy igaz, ahogy van, és nem jelenti azt, hogy annak minden sora fedi a valóságot. Nem azért, mert valaki tudatosan hazudna benne, akár ilyen is lehet, hanem azért, mert annak a cikknek az írója nyilván meg van győződve erről a dologról, mint ahogy én meg vagyok győződve sok minden másról. De azért, mert egy cikkben le van írva valami, vagy azért, mert én elmesélek valamit, vagy elmondom a véleményemet, vagy a tapasztalatomat, az sem jelenti azt, hogy az feltétlenül úgy kell, hogy legyen, hogy feltétlenül úgy lenne. Amikor én olvasok akár az interneten, akár konkrétan újságban egy cikket bármivel kapcsolatban, akkor én általában szűrök, ami azt jelenti, hogy én sosem veszem készpénznek azt, ami oda le van írva. Hogyha a cikk olvasása közben engem jó érzésekkel tölt el az, amit olvasok, akkor nyilván az ember hajlamos azt mondani, hogy igen, ez biztos, hogy így van. És amikor olvasunk egy olyan cikket, vagy egy írást, ami az elképzeléseinkkel, vagy a meggyőződésünkkel mondjuk gyökeresen ellentétes, akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez hülyeség, holott nem biztos, hogy az. Az az igazság, hogy én próbáltam utána keresgetni ennek a témának, de nem találtam semmit sem, sőt konkrétan én ezt a cikket sem találtam meg, pedig szerettem volna elolvasni. Tehát, aki szerelmes, az nagyon kötődik a másikhoz, és ezáltal, aki nem szeret, vagy nem szerelmes, az is majd szerelmes lesz. Hát szerintem ez nem igaz. Mert ha nagyon beskatujázzuk azt, hogy mit jelent az, hogy szeretet, meg mit jelent az, hogy szerelem, akkor már innentől megdől a dolog. Mert lehet, hogy ami nekem szeretet, az már valaki másnak szerelem. Ha valakit szeretnek, vagy valakibe szerelmes valaki, másképp mondom, ha én belém szerelmes valaki, és én nem vagyok szerelmes abba a valakibe, akkor két élő lehet a dolog, mert vagy jól esik az, hogy ő szerelmes belém, én meg nem vagyok az, bár szerintem az ilyenkor nem szokott jól esni, vagy pedig konkrétan nem esik jól az, hogy a másik szerelmes, én meg mondjuk konkrétan nem érzek iránta semmit. Tehát ebben az esetben az szerintem teljesen mindegy, hogy az, aki belém szerelmes, az mit tesz meg azért, hogy engem meghódítson, vagy én mit teszek meg azért, hogy valakit meghódítsak. Tehát szerintem pont az ellenkezőjét éri el az ember azzal, hogyha így nagyon-nagyon rátol valamit, vagy nagyon-nagyon ráerőltet. Mert ha magamból indulok ki, és én nem ugyanazt érzem az illető iránt, amit ő érez én irántam,
akkor szerintem megfeszülhetne, akkor sem fogja kiváltani belőlem azt, hogy én bennem is olyan mély érzések legyenek, hanem pontosan azt fogja kiváltani belőlem, hogy hagyjál békén. Hogyha az egyik szeret, a másik szerelmes, az egy másik történet, mert akkor simán lehet az, hogy az, aki még most csak szeret, az simán lehet szerelmes, de szerintem akkor sem jó, vagy akkor sem lehet kiváltani belőle úgy, hogy folyamatosan rátolom azt, hogy én mit szeretnék, vagy az én szeretetemet. Ha ezt valaki finoman csinálja, és nem folytja meg vele a másikat, hanem csak úgy időről időre csöpögtet, vagy érezteti, és érzékelteti a másikkal azt, hogy fontos, meg hogy ha bármikor szüksége van rá, akkor nyugodtan számíthat rá, mindegy, hogy ez jó vagy rossz dolog, akkor szerintem ez már bőven elég ahhoz, hogy az, aki most még csak szeret, az, ha nem is 5 perc alatt, hanem lehet, hogy idővel, hetekkel vagy hónapokkal később, ezt a finom odafigyelést, meg ezt a finom gondoskodást, ezt nem átkonvertálja szeretetté, hanem egész egyszerűen annyira jól esik neki, és akkora bizalmat vagy önbizalmat ad neki, hogy a másik, ha nem is fizikailag, de mondjuk a tudatomban ott van bármikor, amikor csak szükségem van rá, vagy amikor csak mondjuk 2 jó szót szeretnék hallani. Tehát én nem hiszek abban, hogyha én szerelmes vagyok valakibe, akkor azt folyamatosan toljam a másik felé, mert azzal megfojtom. Abban hiszek, és szerintem az a működő, hogyha az egyik ember abban a fázisban van, hogy szeret, tehát valami már van, a másik meg abban a fázisban van, hogy bevallja már saját magának is, hogy ő már szerelmes, akkor szerintem semmi más nem működhet, mint az, hogy türelemmel kivárja azt, hogy a másik is a szerelmes fázisba kerüljön. Aztán ezt lehet pörgetni tovább, mert amikor eljut a két ember, a nő meg a férfi oda, hogy akkor mind a kettő a szerelmes fázisban van, az egy tök jó dolog, csak abból aztán utána lehet, hogy az, aki eddig a szerelmes fázisban volt, átvált a szeret fázisba, és akkor az, aki eddig a szeret fázisban volt, most a szerelmes fázisban van, az meg egy picit furcsán fogja érezni magát, hogy hoppá, most akkor mi történt, viszont szerintem nem fogok kapcsolatot mondani akkor sem, 2 ember, egy nő és egy férfi között lévő, nem tudom mit, vagy nem tudom minek, nem hiszem, hogy mindig ugyanabban a fázisban kell, hogy legyen, mert szerintem pont ez viszi őket előrébb, hogy az egyik egy kicsikét időnként visszafogottabb állapotában van, nem akarom azt mondani, hogy rosszabb vagy rossz faszban, de akár lehet ez is. Hát nem vagyunk egyformák, egyszer itt vagyunk, egyszer ott vagyunk, és akkor az úgy tök jó, hogyha az egyik kiegészíti a másikat. Tehát szerintem egyáltalán nem baj az, hogyha előfordul az, függetlenül a történetnek az elején, a közepén, vagy a végét azt hagyjuk. Szóval az elején vagy akkor, amikor már úgy minden bejáratódott és minden sinem van. Tehát szerintem tök jó dolog az, amikor különböző fázisokban vannak az emberek. Az egyik egy picikét lejjebb, a másik egy pusztag, én érzek egy kicsit kevesebbet, de ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a másikat, hanem azt jelenti, hogy olyan körülményeim lehetnek, akár a munkahelyen, akár a családban, akár a barátaim között, akár üzleti szempontból, ami nem azt mondom, hogy lehúz, csak a gondolataimnak a nagy részét az tölti ki. És most nem feltétlenül tudok annyira cuki lenni, meg nem feltétlenül figyelek oda mindenre, amire mondjuk alapból igen. Az oké, hogy nem felejt el az ember bevásárolni, meg nem felejt el kaját főzni, meg elmosogatni, de mondjuk lehet, hogy 3 napig elfelejtem megkérdezni a másiktól, hogy vagy és milyen napod van. Ami nem azért van, mert nem érdekel, hanem azért, mert az én fejemet, meg az én gondolataimat, meg nyilván a tetteimet is, olyan dolgok kötik le, amikre most így kell odafigyelnem, mint egy ló.
szerintem erről a férfiak regényeket írhatnának. Viszont egy nőnek is lehetnek olyan időszakai, meg olyan időszakai, amikor semmi más nem tud csinálni, csak a saját dolgaival tud foglalkozni, és igen, ilyenkor a pasi mondjuk úgy érezheti, hogy háttérben van szorítva, holott nem. Csak ahhoz, hogy a pasit újra előtérbe lehessen helyezni, ahhoz most gyorsan meg kellene oldani dolgokat, és ahhoz mondjuk, mint a lovak így figyel az ember. Hála az égnek, az utóbbi években egyre több nőnél fedezem fel azt a fajta, mert erre most nehéz szót találni, azt a fajta hozzáállást, amikor úgy éli a napjait, vagy igyekszik úgy élni a napjait, hogy nem egyszerre 5 dolgot csinál, majd közben 30 dolgon gondolkozik, hanem egy kicsit átvettük, én is átvettem a férfiaktól azt a fajta gondolkodást, hogy egyszerre egyet, lehetőség szerint egyet, vagy csak 2-3, és tapasztalatom szerint ez tök jól működik. Úgyhogy miért ne lehetnének egy nőnek is olyan fázisai, amikor egy kicsit háttérbe szorítja a magánéletét, pont azért, hogy megoldja a dolgait, és aztán utána a magánéletet megint visszavihessen menni az előtérbe.